Bogár Niki vagyok, egykor modellként dolgoztam a nemzetközi divatpiacokon, a nemrég megjelent könyvemben pedig az evészavarok és a divat szakma kérdéseit boncolgatom. Ebben lesznek segítségemre vendégeim, akik vagy külső szakértőként, vagy pedig saját tapasztalataik által szólalnak meg a témában. A mai epizódban Szőke Kingával beszélgetek, aki nemzetközi divatkarriert futott be, és az ebben szerzett tapasztalatait osztja meg velünk. Szia Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. És hát kezdjük is azzal, hogy mi a te történeted, hogyan jutottál oda, ahol most vagy, és hogyan is kezdted az egész modellkedést, és milyen volt akkor, amikor te belecsöppentél ebbe az egészbe? Hát én modellkedés előtt 12 évig ritmikus gimnasztikáztam, ami azt jelentette, hogy napi 4-5 órát edzettem, vagy 8-at esetleg hétvégente. Úgyhogy ezáltal mindig is volt egy nagyon sportos, izmos alkatom, és nagyon szerettem enni is, nem nagyon figyeltem oda arra, hogy mit eszek. Úgyhogy amikor a modellkedés... Ez akkor így a ritmikus sportgimnasztikában nem volt gond, mert azért a sportolóknak meg a... Hát főleg ebben a számban azért fontos odafigyelni arra. Igen, szerintem ugye azért voltam szerencsés, mert nagyon sokat edzettem, szóval nagy óraszámban, viszont nem figyeltem oda arra, hogy mit eszek. Ezáltal egy ilyen balansz alakult ki az életemben, és így karban tudtam tartani, hogy hogyan nézek ki. Értem. Egyáltalán nem feszültem rá arra, hogy éppen hány kiló vagyok, vagy mit eszek, úgyhogy amikor a modellkedés feljött, akkor egy ilyen elég nagy mérföldkőhöz értem, hogy most akkor hogyan legyen tovább, hogy mennyire fog ez nekem menni. Ugyanis előtte soha nem tudtam diétázni. Mert hogy amikor elkezdtél modellkedni, akkor ezek szerint úgy látszik, hát hogy kellett. Hát ez volt az első komment, amit kaptam, hogy hát mínusz 7 kiló, és így első ügynökségnél első komment, és így álltam. Hány éves voltál? 17 éves voltam. És úgy vélem, hogy akkor már azért eléggé felnőtt voltam, hogy ezt tudjam hogyan kezelni, vagy tudjam hova rakni. Viszont ezért egy kicsit is sokként ért, hogy mínusz 7 kiló, úgyhogy nem éreztem magam úgy, hogy túlsúlyos lennék, vagy nagy lennék ahhoz, hogy modellkedjek, de ott tényleg el kellett döntenem, hogy én mit szeretnék. Mindegyik ügynökség amúgy szerintem ehhez máshogy áll hozzá. Vannak olyan ügynökségek, akik azt mondják, hogy mínusz 7 kiló, old meg magadtól. Vannak olyan ügynökségek, akik leülnek veled, és megbeszélik, hogy figyelj, itt van egy 6 hónapos időtartalom, segítünk neked bármiban, esetleg dietetikust is szerzünk neked, személyi edzőt, és hogyha ezt a szeretnéd csinálni, akkor segítünk. És a te esetedben... is döntöttem el, hogy melyik ügynökséghez szerződök le, mert nagyon segítőkészek voltak az elején. Aha. És akkor így indult nekem a modellkedés végül is. Értem, és sikerült leadni ezt a 7 kilót. Hát ezek az elején szerint... nagyon szenvedtem azért, úgyhogy nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy egészségesen egyek, minden nap csokit ettem, péksütit, tésztát, szóval az elején tényleg ilyen elvonási tüneteim voltak, nagyon nehezen éltem meg, és ezen szerintem egy-két hónap után így átlendültem, és elég motivált voltam ahhoz, hogy elérjem a kívántes súly, szóval így sikerült nekem ez az egész végül is. Akkor még bizonyos kereteken belül mozogtam, szóval nem tiltottam el magamtól azért a lisztet meg a cukrot teljes mértékben, de azért így már kezdtem leszokni. Figyeltem, igen. Értem, és akkor gondolom ekkor kezdtél el külföldre utazni, meg ekkor szerződtél külföldi ügynökségekhez is, és elkezdett szépen beindulni a karriered. Igen. Egy ideig szerintem semmi probléma nem volt, addig a pontig, amíg ki nem kerültem Tokióba, ahol egy kicsit bedurultak a dolgok. Ott kezdtem el arra rájönni, hogy nagyon sokat számít, hogy milyen emberek vannak körülöttem, és hogy éppen melyik modell mit teszik, vagy mit csinál, vagy hogyan áll az ételhez. Nagyon ráfeszültem Tokióra azért is, mert folyamatosan azt hallottam, hogy oda vékony lányok kellenek, túlságosan is vékony lányok. Igen. És alapból volt egy ilyen félelem bennem, hogy kimegyek, és nem leszek elég jó. És szerintem Tokióban ez tovább fokozódott, egyre kevesebbet ettem. Úgy éreztem, nagyon jól éreztem magam kint, és szóval egy percig nem fordult meg az bennem, hogy nem vagyok egészséges, vagy éppen nem jó, amit csinálok. Viszont amikor már így itthonról kezdtek kivogatni a bukereim, a szüleim, hogy úristen, hogy nézel ki, akkor kezdett el ez az egész gondolat így bennem érlelődni, hogy úristen, most igazából mi is történik, mert ezt várják el tőlem, hogy vékony legyek, de most már ez sem jó. És onnantól indult ez az egész
étkezéssel való probléma szerintem. Egy icipicit térjünk vissza gyorsan, itt két dolgot mondtál. A japán ügynökeid egyébként hogyan reagáltak erre a még túlzottabb fogyásra egyébként? Ők sehogy szerintem. Ők egy kommentet se kaptam tőlük. Tényleg csak az itthoni ügynökségem kezdett el így. Látszák szerintem az új poláimat, és akkor így mondták, hogy úristen, minden rendben van-e, és tényleg én sem vettem észre, mert olyan jól éreztem magam kint, hogy nem ez volt az első számú dolog, amire odafigyeltem, hanem arra, hogy tényleg imádtam a város, folyamatosan sétáltam, viszont egyszer a kocsiban ültem, szóval hogy azért így tudtam, hogy még jobban oda kell figyelnem arra, hogy mit teszek. Mm-hmm. Viszont tényleg a külföldi ügynökségeimtől egy kommentet se kaptam ezzel kapcsolatban. Dicsértek? Amúgy? Igen. Tehát még inkább pozitívan voltál megerősítve, hogy ez tök jó, és szép vagy, és gyönyörű vagy, és minden. És még egy másik dolog, amit mondtál, hogy nagyon sok múlik azon, hogy milyen lányokkal vagy körülvéve. Erről esetleg, hogyha egy pár dolgot meg tudsz osztani, hogy miket tapasztaltál, a többi modellány hogyan viszonyult ehhez az evés és testméret kérdéshez? Hát szerintem ez várostól is függ amúgy nagyon. Én Japánban azt tapasztaltam, hogy van, aki nagyon durván odafigyel, és napi egyszer étkezik, de folyamatosan közben az ételre gondol, vagy pedig rágózik, hogy éppen valamit rághasson. Ez nagyon fura volt tapasztalni, mert szerintem ez volt az első olyan alkalom, hogy én így láttam olyan lányt, aki ezzel küszködik. Én előtte Milánóban voltam, és Isztambulban, ahol így úgy éreztem, hogy ez még nem egy ilyen központi dolog, hogy a lányok erre ennyire odafigyelnek, és hogy kértem Tokióban, onnan indult ez a... Úgyhogy rászméltem arra, hogy van olyan lány, aki tényleg nem eszik egész nap, és ezáltal bennem meg előjött az a gondolat, hogy úristen, én meg napi háromszor étkezem, nagyon odafigyelek a mennyiségekre, de mégis előtte eszek, ezáltal bennem egy tök rossz érzés jött elő, hogy nem biztos, hogy én jól csinálok valamit. És tényleg ez várostól függ. Van olyan lány, aki egyáltalán nem figyel oda erre, és bármit megeszik, van olyan, aki egy almát eszik egy nap, nem tudom, hogy a te esetedben te mit tapasztaltál. Hát én is egészen sok különböző tapasztalatot gyűjtöttem egyébként ebből a szempontból. Ugye tényleg voltak olyan lányok, akiket inkább rugdosni kellett abba az irányba, hogy fogyjál le még 3 centit, 2 centit, de azért én is egyébként pont Japánban hallottam ilyet, hogy egy lány ilyet mondott, hogy hát ő, neki is az ügynöksége visszajelzi nyáron, hogy kicsit ducibnak tűnik, és ez biztos azért van, mert nyáron érnek a gyümölcsök, és hogy túl sok gyümölcset eszik a nagyszülei kertjéből, és hogy abba túl sok a cukor, és hogy nem kéne annyi cseresznyét, meg barackot, meg mit tudom én, epret enni, mert hogy az túl cukros, és igen, mindenki inkább csak zöldségeket, meg húsféléket evett, szóval... Én úgy látom, hogy azért kisebb hányadban vannak azok a lányok, akik tényleg önfeletten tudják ezt csinálni, igen, és azért elég sok mindenkiben benne van a nyomás, és hát tényleg ez mennyire nevetséges már, hogy ne egyél gyümölcsöt, mert túl sok cukor van benne, és hogy biztos ezért hiszel meg. De mesélted egyszer, hogy te is hallottál ilyet egyébként a görögdinnyével kapcsolatban. Igen, hogy... igen, amikor nálam megtörtént ez a változás, akkor engem is elég sokan támadtak azzal kapcsolatban, hogy nem is az, hogy mit teszek, hanem hogy mikor, és hogy a gyümölcsöket is ki kéne már ittatnom, mert hogy a görögdinnyében mennyi cukor van. Ezt ügynökök mondták? Igen. Fú. Pedig hát gondolom nagyon vékony voltál még akkor is. Még akkor is, visszanézve én azt gondolom, hogy úristen, miért kaptam ilyen véleményeket, meg ilyen próbáltak segíteni, de nem éreztem azt, hogy ez éppen segítség. Úgyhogy akkor még tényleg azt gondoltam, hogy így minden rendben van. Visszanézve még akkor is nagyon vékony voltam, szerintem. Uh-huh. Úgyhogy így érdekes visszatekinteni erre A-ból B-be, eljutni B-ből C-be, de hogy az mennyire más, hogy egyik pillanatról a másikra azt mondják, hogy először azt mondják neked, hogy egyél egy hamburgert, majd eljutsz egy következő szakaszból, már dinnyése egyél, és így tudod ezt így feldolgozni, vagy megérteni, hogy ez miért történik így. Értem. Ez szerintem nehéz. Beszéljünk akkor kicsit erről, hogy mi az a következő pont, ahová te eljutottál. Tehát ugye megvolt ez a viszonylag nagy súlyvesztés egyébként, meg már inkább átcsaptál oda, hogy túlzottan vékony vagy, és azért nem tudtál dolgozni. Viszont utána jött egy fordulópont.
Igen, szóval én Tokió után hazajöttem, és New Yorkban mentem az első Fashion Week-emre, uh-huh. és ott is nagyon sok negatív komment érte azzal kapcsolatban, hogy miért lettem hirtelen ilyen vékony. Uh-huh. Hirtelen ilyen vékony azt jelentette, hogy amikor először láttak, 87-es csípőm volt, mire kimentem, 85-ös csípőm volt. Hát igen, 80, de 87 igen. is nagyon kevés egyébként. Igen, de volt olyan ügynökségem, amikor, akik azt mondták 87-es csípővel, hogy így bementem reggel polázni, és így, neked miért van így felfúvódva az arcod? Ne csináld már. Ugyanaz az ügynökség 85-ös csípővel sírva állt előttem, és kérte, hogy egyek meg egy darab csokit, mert hogy mm-hmm. már annyira betegesen nézek ki. Ja, esküszöm, megkönnyezem, de tényleg ez egyszerűen annyira, annyira szomorú, hogy, hogy ilyen... Ilyen felfoghatatlan egy kicsit, hogy így mm-hmm. soha semmi nem jó. Egy-két centi már annyit jelent, és annyit vagy előre viszed karrieredben, vagy pedig hátra visz a karrieredben, de úgy éreztem, hogy egy pont után soha semmi nem lesz jó, bármit csinálhatok, bárhogy mm-hmm. lehetek. Egy ideig szerintem az evés adott biztonságot nekem ebben az egészben, mert ebben a szakmában semmi sem kiszámítható. Szóval, hogy minden a búkereiden múlik. Pontosan, meg a klienseken. Igen. A klienseken éppen milyen lányokat szeretnek. Igen. Viszont te csak annyit tudsz csinálni, hogy a 100%-ot nyújtod, és én akkor azt éreztem, hogy ezt az evés által tudom megteremteni. Abszolút, abszolút. És ezt senki más nem fogja addig megérteni, ami nem tapasztalja. Igen, ezzel én is tökéletesen egyetértek, hogy amit bele tudsz tenni modellként, az természetesen azon kívül, hogy időben megjelensz, elmész a munkádra, ápolt vagy, igen. jól öltözött vagy, azon kívül egyedül a testméreteid azok, amiket te miért tudsz te kontrollálni, igen, amiért te felelsz, és azt próbálod rendben tartani, evéssel meg sporttal, de hogy azon kívül olyan rizikós igazából, hogy te most mennyit fogsz dolgozni, vagy nem rizikós, hanem annyira kiszámíthatatlan, hogy ez bennem is egy tök nagy frusztráltságérzetet keltett, hogy volt olyan hét, amikor tényleg minden nap reggeltől estig nyomtam, és dolgoztam, és bukoltak, viszont volt olyan hónap, hogy egyetlen egyszer semmi sem. Nem volt, igen. Na, és ott álltál az ügynökség előtt 85 centis csípővel, és ők ekkor azon kívül tudtak-e más támogatást nyújtani neked, mint hogy légy szíj, egyel már meg egy darab csokit? Nem, semmit. Nem. Uh-huh. És ugye én azt a visszaigazolást kaptam, hogy 85-ös csípővel csináltam úgymond a legjobb show-kat. Ezt akartam mondani, te nagyon sikeres voltál akkor egyébként, és nagyon... Igen, én ezt ilyen visszacsatolásnak éreztem igen. valamilyen szinten, szóval azt éreztem, hogy jó az, amit csinálok, annak ellenére, uh-huh. hogy néhány ember támad, hogy úristen, de vékony vagy, ez már beteges. Uh-huh. Én azt éreztem, hogy ebben a szakmában vagyok, el kell fogadnom, amit éppen követel, azt szeretném, hogy jól sikerüljön minden, uh-huh. hogy úgy menjen, ahogy én szeretném, és ehhez az kellett, hogy 85-ös csípőnek. Ez mai napig ugyanezt látom amúgy. A szakma nem változik nagyon sokat, egy nagyon picit a jó irányba, de ugye például egy párizsi Fashion Week-en azok a lányok sikeresek, akik tényleg úgy néznek ki, hogy kicsit így kiakad a szemed, és ez szerintem nem nagyon fog változni amúgy. Uh-huh. Értem, és... És ezután milyen változás történt? Vagy ezután, mikor hazajöttél New Yorkból, meg tudom, hogy a többi nagy divatfővárosban is csináltad a Fashion Week-et, Milánóban is, Párizsban is, utána mi történt? Én amúgy végig egy darab show szerettem volna. Az egész karrierem egy show körül forgott. A Dolce & Gabbana, ugye? Igen. Hogy én azt mindenképpen meg szeretném csinálni, és amikor uh-huh. azt megcsináltam, utána azt éreztem, hogy nincs hova tovább mennem, aha. mert nem volt más motivációm. És egy kicsit azt éreztem, hogy a testem is megérezte ezt, mert addig nagyon durván motivált voltam, mm-hmm. és úgy gondoltam, hogy ha még a 350-edig is vagyok ennyi Dolce & Gabbana castingon, akkor is el fogok jutni 3 szezon után, hogy engem lebukoljanak. Mm-hmm. És szerintem jó az a motiváltság valamilyen szinten, de amikor ott állsz, hogy megcsinálod azt a showt, és így állsz, hogy ez nagyon jó volt, imádtam, de mit kaptam ettől, és ez hova visz előre, uh-huh. az egy kicsit ilyen rémisztő gondolat, hogy uh-huh. akkor most tényleg ez, én szeretném-e tovább csinálni, ez motivál-e, vagy inspirál-e uh-huh. engem tovább az, hogy én ezt csináljam, és megéri-e a testi egészségem miatt is, mert hogy azért a modellkedés mindig előrébb helyeztem, gondolom te is, mindennél. Persze, igen. Hát az egészségemnél meg aztán pláne. Bele se gondoltam igen. igazából, hogy ez milyen hosszú távú következményekhez, vagy pontosan. Akár csak rövid távúhoz is vezethet. Persze. Igen. És utána emlékszem, kim voltam New Yorkban, és onnantól kezdve volt egy ilyen fura átalakulás bennem is, hogy így semmi nem úgy működik, ahogy kéne.
nem nagyon dolgoztam annyit, a következő Fashion Week-en is csak London csináltam, mert minden máshol lekéstem akkor. És kimentem utána januárban New Yorkba, ahol ilyen nagyon furán éreztem magam, folyamatosan fájt a hasam, szédültem, így nem nagyon tudtam hova tenni a dolgokat, és akkor onnan úgy jöttem haza, hogy valami nagyon nincsen rendben. És ezt mondtam is itthon, de senki nem hitt el nekem, hogy most 85-ös csipővel kimentem, és most hirtelen egy hónap után milyen nagy változás következett be. És emlékszem, a legelső alkalom, amikor bementem az ügynökségemre, és lemértek, és így 92-es volt a csípőm. Az egy, ez most durván hangzik, de ez egy elég nagy pofon egy modellnek szerintem, hogy hirtelen 7 centit ugrik fel, úgyhogy nem változtat az étrendjén, nem csinál semmit ezen kívül, folyamatosan sportol, és tudja, hogy minden rendben van, lenne, kéne, hogy legyen. És emlékszem, hogy így lemértek, és így mindenki állt, hogy te, ez most így micsoda, hogy ez most így hogyan lehet. És utána elkezdődött egy ilyen érdekes időszak. Bocsánat, csak tegyük hozzá, hogy azért a te magasságodhoz, meg az életkorodhoz egy 92-es csípő egyébként még kifejezetten karcsúnak számít. Igen. Igen. Hogyha csak, szerintem nekem se 92-es most a csípőm, hanem nagyobb, nem tudom. De hogy ez nem volt megfelelő, meg persze értem a kontrasztot, hogy ahhoz képest, hogy 85-ről indultál, ahhoz képest ez tényleg egy kontraszt, de szerintem nem kéne olyan hatalmas nagy ügyet csinálni ebből, holott az is még teljesen elfogadható, és szép, és karcsú, és minden. Igen, igen, igen. Csak ez bennem is úgy zajlott le, hogy valamit nagyon nem csinálok jól. Egyrészt csalódást okozok azoknak az embereknek, akik 5 éven keresztül velem együtt dolgoztak. Csalódás volt magamnak is, magammal szemben, hogy ez most mi történik. És akkor meg úgy éreztem, hogy motivált vagyok annyira, hogy ezt le tudjam valahogy tornázni, annak ellenére, hogy éreztem, hogy valami nincsen rendben, mert nem éreztem magam mentálisan, se fizikálisan jól, éreztem, hogy a testemmel valami történik, de hogy nem tudtam hova tenni, lázad ellenem, igen. És akkor utána elkezdtem orvosokhoz járogatni, mindenki más mondott, ennek ellenére még kimentem Párizsba, ahol nagyon nem kellett volna már kimenjek szerintem. És az hogy lehet, hogy így is elküldtek téged, tehát hogy nem... Ők szerintem tisztában voltak azzal, hogy már nem 85-ös a csípőm, de azt mondták, hogy ha 90-ig le tudom tornázni, akkor, akkor ők szívesen látnak, és szeretnék, hogy kint legyek. És így úgy voltam vele, hogy 90-re, most 92-ről nagyon könnyű lesz lemennem. Hát ez nem éppen így történt. Kim voltam Párizsban, és nagyon örülök, mert akkor kim volt egy mostani nagyon közeli barátnőm, aki nagyon sokkal segített akkor, de amikor kértem, folyamatosan jöttek a rossz kommentek azzal kapcsolatban, hogy nem kéne tésztát ennem, futnom kéne minden egyes reggel. Úgyhogy ezek az emberek nem ismertek, nem. Ők ugye nem ismernek engem, szóval ilyenkor meg még jobban kiakadok, hogy egy idegen miért jó a bukerem, de miért mondja meg nekem azt, hogy mit csináljak holnaptól. Úgyhogy ezeket a dolgokat alapból futni futok minden nap, tésztát meg 4 éve nem eszem. És az elején még ilyen vicces is volt, aztán eljutottam addig a pontig, hogy 2 naponta behívnak lemérni, az nem biztos, hogy előre fog vinni engem ebben a dologban, és ott elindultam egy ilyen nagyon csúnya lájtőn szerintem, mert folyamatosan beteg voltam utána közben is. Folyamatosan sírhatnékom volt, a végén már stresszből lettem, egyik nap nem ettem semmit, a másik nap úgy voltam vele, hogy most már nem érdekel semmi, most már azért is enni fogok. És akkor itt nagyon csúnyán kialakult egy ilyen rossz kapcsolatom az ételekkel szerintem. Nem tudtam hova sorolni a jó ételeket, vagy a rossz ételeket, csak így minden egyszerre, egyik nap nem ettem, másik nap ettem, egyik nap nem ettem, másik nap túl ettem magam. Igen, igen. És itt kialakult egy ilyen, szerintem, nem is tudom ezt, hogy hívják, de egy ilyen, egy étkezési zavar végül is, amit előtte úgy éreztem, hogy nincsen, annak ellenére, hogy nagyon keveset ettem. Úgy éreztem, hogy most egyik pontból a másikba léptem, csak egy rosszabbba, amiből nagyon nehezen tudtam kijönni. Szóval minimum 2 éven betelt, hogy ezen így túllépek, és ezután csak lejjebb mentem Párizs után. Párizsból hazajöttem, utána volt egy orvos, aki azt mondta, hogy hát jó lenne, hogyha a hormon szintjeimet is kivizsgálnak, nem csak az, hogy alapból egy alap kivizsgálás, de hogy azért jó lenne, ha megnéznék a pajzsmirigy hormonjaimat, mert hogy az alapján, amit elmondtam, ő azt érzi, hogy én éheztettem magam 4-5 éven keresztül. Ugye és nagyon sok minden nem úgy működött, hogy kellett volna.
És ott kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van, és pajzsmirigy alulműködésem, szóval egy gyulladás megy végbe a testemben, ami nem éppen jó dolog, ugyanis ezt nem lehet nagyon meggyógyítani, csak karbantartani. Csak kezelni, igen. És ennek a kiváltója lehetett ez a hosszú távú éhezés, meg ez a nem megfelelő táplálkozás. Igen. Ezt nagyon rossz volt hallani, szerintem azért is, mert én úgy gondoltam, hogy soha nem jutok el erre a pontra, hogy nekem ebből valamilyen problémám legyen. Szóval én még egy mai napig egy kicsit így nem tudom hova tenni azt, hogy én mégül is megbetegedtem emiatt, és hogy most magamat kéne hibáztassam, mert nem úgy kezeltem a dolgokat, vagy nem éppen úgy álltam hozzá, hogy kellett volna, és voltak határok, amik egyik pontból a másikba mentem a végén. Nem tudtam kezelni a dolgokat, de úgy érzem, hogy ez inkább lelki problémák voltak már, amik kivetődtek az étkezésemre, szóval egy ilyen emocionális ilyen éjség, falásroham, nem evésből mentem egyik pontból a másikba, ami a végén már elég durva mentális problémákhoz vezetett. Én teljesen elzártam magam a családomtól, nem beszéltem nekik erről, csak azt mutattam, hogy mennyire rendben vagyok. Közben meg amúgy kb. Minden egyes reggel sírva keltem, ugyanis megszűnt a munkám, a bevételem, nem utaztam, a szabadságom, nem tudtam, hogy éppen holnap mit fogok csinálni, vagy hogy hogyan tovább, hogy egyáltalán lesz a lehetőségem még dolgozni. Meg és az egyetlen értéked, ami akkor volt. Ez értékem, amit szerettem csinálni, és úgy kb. Elveszett, már nem tudtam tovább menni. Ez egy kicsit ilyen olyan volt, hogy voltak napok, amikor így fel sem akartam már ébredni, mert annyira kilátástalannál vált. És annyira kilátástalan volt a helyzet, hogy így tele nem tudtam, hogy mire számíthatok ezek után. Úgyhogy... Értem. Hát ez az egész. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet lehetett, és ezt az egészet hogy tudtad pozitívra fordítani végül? Illetve bocsánat, még annyit kérdeznék, hogy az ügynökséged hogyan állt melletted ez idő alatt, és ők tudtak-e bármivel bátorítani téged? Hát mindenki máshogy állt hozzá. Valaki szerintem egy kis sokkot kapott az elején, valaki azt se kérdezte meg, hogy hogyan vagyok, vagy hogyan tudna segíteni. Viszont voltak olyan emberek, akik a mai napig érzem a támogatást, és ott voltak, és segítettek. Az ügynökségemmel is teljesen amúgy elizoláltam magam, szóval senkivel nem beszéltem az elején, velük se nagyon. 3 hónaponta egyszer megkérdeztük egymástól, hogy mi újság, hogy vagy éppen. De hogy így én is tudtam, hogy ennek valamikor véget kell vetnem, különben nem fogok tudni ebből kijönni. Szóval hogy el kell engednem ezt ahhoz, hogy tovább tudjak lépni. És majd szerintem körülbelül egy éven betelt, míg eldöntöttem, hogy jó, akkor én felmondok az ügynökségemnél, ezzel hát egy kicsit előre rúgom magamat azzal kapcsolatban, hogy meggyógyuljak, mert nagyon-nagyon rossz kapcsolatom volt az étkezéssel, meg folyamatosan azon gondolkoztam, hogy mit tehetek, mit nem, viszont a centéim nem mozdultak, csak felfelé mentek, szóval tudtam, hogy ezt el kell engednem ahhoz, hogy tényleg meg tudjak gyógyulni. És emlékszem, amikor így bementem az ügynökségemhez, és mondták, hogy hát igazából mi már régóta gondolkozunk azon, hogy elindítsunk téged egy körvirányba, mert tudjuk, hogy te szereted a modellkedést, nem akarod feladni, viszont végül is ez egy új kihívás valamilyen szinten, és nem kell azon aggódnod, hogy éppen hányos a csípőd. És az elején így álltam, tudod, hogy kb. Egy 85-ös csípő után kimondani azt, hogy te egy körvi modell leszel, az egy ilyen pofonvágás kb. Szóval kellemetlenül éreztem, cikinek éreztem az elején, hogy erre most azt mondom, hogy oké, próbáljuk meg, akkor mit fogok kapni mondjuk azoktól az emberektől, akik ebben a szakmában dolgoznak. Igen. És ettől nagyon-nagyon féltem, és így álltam, hogy hát én biztos, hogy nem leszek körmű modell ezek után, amin keresztül mentem. És utána a családom, meg a barátaim is mondták, hogy de figyelj, te ezt tökre szereted ahhoz, hogy elengedd, és ez lehet, hogy segítene abban, hogy elfogad úgy, magad úgy, ahogy éppen vagy. És azért is mentem bele abba, hogy jó, akkor én most kimegyek Londonba, ott leszerződtem egy ügynökséggel, és megnézzük, hogy mennyire lesz ez rám jó hatással, hogy én a szakmában maradok. És emlékszem, kimentem, és ilyen nagyon pozitív csalódásként ért az, hogy egyrészt az ügynökségem nagyon kedves volt, és tudták, hogy valamilyen szinten mi mentem keresztül, és hogy modellkedtem előtte. Ezáltal szerintem jobban is álltak hozzá a dologhoz, plusz egyáltalán nem az volt, hogy bemész az ügynökséged, de az első, hogy lemérnek, és utána véleményezik, hogy éppen hogy nézel ki, hanem az volt, hogy úristen, de csodás vagy, nőies vagy, szexi vagy, és ez egy ilyen tök nagy új behatás volt számomra is, úgyhogy nagyon pozitív
van éltem meg szerintem azt az első londoni utamat. Értem. És Kinga, azt szeretném kérdezni még tőled, hogy egyébként így curve modellként, vagy curvy, nem is tudom pontosan hogyan. Mindkettő végül is működött. Igen. Szóval, hogy ebben a kategóriában, sőt, beszélj meg azt, hogy mi ez a kategória pontosan, milyen más kategóriák vannak, és hogy így azért vannak-e bizonyos, hát nem korlátok, de hogy bizonyos intervallumok eléd állítva, hogy mi az, amiben mozogni kell a méreteidet tekintve. Ezt egy kicsit meg tudod osztani velünk. Persze, szóval ugye van a straight size, ami a rendes modell. A rendes modell, a vékony modell, igen. Igen, és azok után van a curvy, és van a plus size. Hát a curvy az egy ilyen, nem igazán határolják be így, hogy most neked 90-esnek vagy 105-ösnek kell lenni a csípőnek, hanem megmondják, hogy hát a curvy modell az így 107 fölött kezdődik körülbelül, de hogy alatta is lehet, ugye ez klienstől is függ, hogy éppen ki milyen lány szeretne most ez a pár centi egy körű modellnél, már nem annyira látszik, mint hogyha 90-87 lenne. Igen, mint az az 1 centi, vagy 2 centi, hogy valakinek 89 vagy 90 centi a csípője. Igen, de én amúgy a mai napig hallgatom, hogy nekem azért még egy kicsit fel kéne mennem, fel kéne tornáznom ezeket a centiket, mert néha úgy nézek ki, mint egy rendes modell, ami szerintem amúgy nem igaz, mert nem én nézek úgy ki, mint annó, viszont néha ez nem elég. Szóval ez egy ilyen felhőtlen dolog szerintem. Aha, értem. Tehát, hogy a megfelelés az még mindig ugyanúgy ott van. Még... Viszont szerintem jobban tudom kezelni, sokkal lazábban állok a dologhoz, szóval nem ez az első számú dolog az életemben. Egy másik városban lakom, tudom, hogy ha jön munka, akkor jön munka, ha nem, akkor nem. Én már annak is örülök tényleg, hogy van olyan, aki keres, és szeretne velem dolgozni. Igen, meg már nem ez az egyetlen dolog, amivel te foglalkozol, hanem más jellegű munkád is van, és akkor... Igen, plusz más társaság, kicsit elszakadtam itthonról. Egy teljesen önmagam vagyok, saját lábamon állok, szerintem ez is nagyon sokat segített, hogy már nem egy modellszálláson élek, és akkor hát igen. Egy hónap után összepakolom a cuccaimat, elmegyek egy másik városba, jó, de hogy kiszámíthatatlan, hogy éppen holnap hol leszek. És most szerintem így, hogy megnyugodtam, letelepettem valahol, ami kicsit más közeg, más város, sokkal jobban tudom értékelni azt is, ami itt van, és azt is, ami ott van. Meg a lehetőségeket is, úgyhogy igen. Szuper. És Kinga, te most így a testeddel és az önelfogadással éppen hol állsz, hol tartasz ezen az úton, mennyire szerintem érti a célba? Szerintem jó úton haladok azért is, mert már nem az az első dolgom legyen, hogy felkelek, belenézek a tükörbe, kommentálom, hogy éppen hogy nézek ki, plusz lemérem magamat, mert évekig azt csináltam, hogy jó reggel feltelek, még mindig 85-ös a csípőm, és ha nem, akkor teljes stressz, futás, nem reggelizés, nem evés. Most viszont az van, hogy normális emberként élem az életemet. És eszedbe se jut, hogy lemérd magad. Igen. Vannak rosszabb napok, azért nem mondom néha, hogy elgondolkozom, hogy hogyan jutottam el idáig, vagy hogy ebből mit tanultam, de szerintem nagyon sokat, és kellett ez az időszak nekem ahhoz, hogy most idáig itt legyek éppen, úgyhogy... Szerintem lassan, de biztosan. Szuper, szuper. Kinga, zárásul annyit kérdeznék, hogy te mit ajánlasz a modellkedni vágyó lányok számára? Szerinted mi az a stratégia, amivel lehet egy biztos pontot találni, és egészséges mentalitással végezni ezt a tevékenységet, ezt a karriert? Szerintem először is, hogy higgyenek önmagukban és az álmaikban, ez nagyon fontos, viszont tudjanak nemet mondani, hogyha éppen azt érzik, hogy valamit nem szeretnének csinálni. Ha valami úgy érzik, hogy eljutottak egy olyan pontra, ami már nem egészséges, akkor mindenképpen beszéljenek valakivel erről, mert szerintem nagyon fontos az, hogy meg tudjunk nyílni és elfogadni azt, hogy éppen valamilyen problémád van, vagy te nem érzed jól magad, és erről valakivel tudsz beszélni, akitől tudsz segítséget is kérni. És... Igen, szerintem ez, hogy kicsit jobban mindenki álljon a lábára, mert a bookered is érted dolgozik, de te is érted, szóval ez egy kettős, ez egy kölcsönös kapcsolat. Igen, ők nem csak érted, te nem csak neki dolgozol, szóval ennek úgy kéne működni, hogy tényleg kölcsönösen, és ők nem mondhatják neked mindig, hogy mit csinálj, mert neked is ebben ugyanúgy van szavad és véleményed, és elmondhatod, hogy ez a te tested, te eddig fogsz elmenni ezzel, ha ez nem jó, akkor innentől ennyi volt, akkor nem fogsz dolgozni, ha a kliensnek éppen ez nem tetszik. Csak szerintem nagyon sokan úgy kerülnek a szakmába, hogy 16 évesen. Igen, ezt nagyon kevesen tudják megtenni és felvállalni. Igen.
főleg, ahogy mondtad, te is még ilyen fiatalon, tehát hogy 20 éves kor alatt szerintem ez, hát igen, nagyon, nagyon vagány csajnak kell ahhoz lenni, hogy ezt valaki pontosan, így megmondja. Pontosan, mert hát ez személyiség függő is szerintem. Abszolút. Mert én például nagyon érzékenynek tartom magamat, de van olyan, aki így legyint egyet, és igen, megy tovább, és akkor eszik egy hot dogot, és innentől kezdve jó, majd holnaptól figyelek, és sikerül lefogynia, van, aki meg tökre rá stresszel, nem is beszél róla, és akkor ez az egész átalakul egy étkezési zavarba. Úgyhogy szerintem határokat valahogy tudni kéne látni, és kezelni is. Megfelállítani a saját határainkat másokkal szemben. Igen, pontosan. Nagyon köszönöm, Kinga, hogy megosztottad ezeket az értékes gondolatokat, és hogy ilyen hitelesen beszéltél erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.